Az aratás időszaka hagyományosan Péter Pál napján, azaz június végén kezdődik meg. A folyamatos esőzések miatt ezúttal körülbelül két héttel később indultak meg a munkálatok a földeken. A kalászosok betakarítása nagy igénybevételnek teszi ki a mezőgazdasági gépeket is. Azok nem megfelelő műszaki állapota, ugyanis könnyen tűzesethez vezethet. Ennek elkerülése érdekében az országos tűzvédelmi szabályzatban rendelet határozza meg ezeknek az eszközöknek a tűzvédelmi előírásait, valamint előkészítésük gyakorlatát. Egy gépszemlét kell tartaniuk. Amennyiben ez a gépszemle 5-nél több erőgépet érint, akkor 10 nappal a szemle előtt ezt a tűzvédelmi hatóságnak, az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek be kell, hogy jelentsék. A tűzvédelmi szemle jegyzőkönyvét azt követően el kell helyezni ezeken az erőgépeken. Magával az aratás során fontos, hogy ilyen szabályokra figyelemmel legyenek, hogy a védőszántást megfelelően alakítsák ki, a munkaszünetekben jelöljék ki a dohányzás helyeit, megfelelő helyen tárolják a tartalék, kenő és üzemanyagokat, a gépeket megfelelő helyen állítsák le, tehát hogy üzemszünet esetén sem okozzanak tűzveszélyt. Ahogy Leskovics Zoltán is kiemelte, főleg a hosszantartó szárasság idején az eldobott cigarettacsikek is könnyen lángba boríthatják a növényeket, így ezt a tevékenységet is érdemes megfelelő távolságban végezni. Fontos tudni továbbá, hogy az aratást lehetőleg közút, illetve vasútvonal mentén kell először elvégezni. Ezek mellett legalább 3 méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombányt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. Szerencsére az elmondható, hogy a gazdák és a gépkezelők egyre körültekintőbbek, így az utóbbi években már kevesebb ilyen esethez kellett riasztani a tűzoltókat. Az elmúlt években ugye ezen a területen is jelentősen fejlődött a technika, tehát mind korszerűbb gépekkel, kombányokkal történik az aratás. Hála Istennek országosan is csökkenő tendenciát mutat ezzel kapcsolatos tűzesemények száma, de néha-néha előfordul, különösen régebbi típusoknál, és az aratás vége felé, amikor már talán kezdenek fáradni ezek a gépek is, illetve a használóik, és kevesebb figyelmet fordítanak a megelőző karbantartásra, akkor néhány esetben kigyulladnak, és szükség van tűzoltói beavatkozásra. Amennyiben mégis megtörténne a baj, a 112-es vonalat kell tárcsázni. A bejelentés során érdemes megemlíteni, hogy van-e életveszélyben bárki az adott területen. Ez is az elhárítás hatékonyságát szolgálja.